Istenem! Aj, nem, megint máshol kellettem, nem is itt feküdtem le utoljára, aj, de utálom ezt a részt, a mindegy! Na jó van, 3-2-1, na sziasztok srácok, én Dori Vők, és itt vagyunk egy következő videóban, és most ebben a videóban fogalmam sincsen, hogy mi lesz, de mindjárt kiderítjük, viszont előtte el szeretném nektek mondani, hogy hamarosan elérem az 60 000 feliratkozót, ami oké, meg minden jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm, de nagyon-nagyon szeretném, hogyha pár hónapon belül, vagy nem is pár hónapon belül, legalább egy éven belül el tudnánk érni, vagy egy fél éven belül a 100 000 feliratkozót, szóval nagyon-nagyon sokan szoktátok nézni a videómat, de nagyon-nagyon szépen meg szeretnék titeket kérni arra, hogy aki most erre a videóra rákattint, az dobjon egy feliratkozást, és a világ legmenőbb embere lesz. Köszönöm szépen! És dobjatok egy lájkot is, mert akkor is nagyon menővé váltok. Szóval, kezdjük is bele, itt egy chest, és van benne egy vasisak, meg alma, kenyér, minden jó, mogyoró, meg van egy kis obszidián, de jó, és ó ne! Ó, ne! Hú, én már tudom, hogy mi lesz ez! Srácok, soha ne választ! Jaj, de rég volt! Nagyon-nagyon sokan írtátok amúgy már, hogy legyen soha ne válasz videó. Szóval, ja, úgy tűnik, hogy most itt lesz ez a soha ne válasz videó. Nagyon-nagyon sokat a kérésére. Remélem, hogy ismételten boldogok lesznek, mert régen rettentő sok ilyen videó volt. Szóval most akkor úgy tűnik, hogy ismételten lesz egy ilyen videónk, és óha, itt is van a kezdő chestünk, vajon mit fogunk benne találni, és ez az! Ismételten itt van velünk! Ajaj, nem ez kell! Ismételten itt van velünk! Ki is a videókban! Ezért imádom a soha ne válasz videókat, mert mindig itt tart velünk kis, ami mindig jó. Kis gyere szépen, ez az! Szia! Na menjünk is be! Az első! Mi ez? Mik vannak itt velük? Meg sem néztem. Van itt egy óriási nagy vasvilla, vagy egy villa, nem tudom mi ez. Van itt egy óriási nagy bolta, és van egy óriási nagy íj. Szerintem az vasvilla lesz, és ez fegyverekről fog szólni. Van egy olyan érzésem. Szóval lépjünk is be ebbe a csodálatos vasvillába, és sekkoljuk le, hogy mi lesz kis, milyen szentelem vagy, bemész elém, na mindegy, és beteleportálsz. Nos, egyből egy izével találkozunk, egy falmászós tuccal. Szeretem a falmászásokat, mert azokban, hát nem mondom, hogy mindig tök jó voltam, de legalább jó vagyok benne most már úgy, ahogy, mert azért már betanultuk itt a dolgokat. Na szépen mászunk is felfele úgy, ahogy van, tökéletes, így is van, és úha. Azt mondom, hogy már is vége lesz, de nagyon úgy tűnik, hogy nem. Bóle! Oké, pont bele a vízbe. Itt nem. Megijesztettél! Tanár! Gonosz tanár, de már! Miért pont gonosz tanár? Miért nem jó tanár? Nem bírom megkerülni, vagy valami? Nem. Aj, nem hiszem, hát persze nem lehet csalni, hát tanár. Miről beszélünk? Na, gonosz tanár úr, szép napot kívánok! Üdv fiam, már rég találkoztunk, mi újság, Neszepár dolgozat sok neked, ha. Hát ez nem, nem tudom, minden mindegy, ez legalább jó dolga, itt legalább kell valamit csinálni. Na, köszönöm szépen, nagyon kedves tanár úr, hát amúgy az az újság, hogy ki akarom vinni a lapot, ugyanis kíváncsi vagyok, hogy mik vannak a végén, és olyan, hogy ilyen dolgozatra gondoltál? Nem kell! Vidi nem, fúj! Hogy kell kidobni? Nem kell! Visszajön. Ez ilyen visszajövős dolgozat, nem most már ki tudtam dobni. Na jó van, vigyük ki a akadályokat! Nem fog minket semmi sem visszafogni, mi kivisszük a cuccokat balra vagy jobbra. Nem már, nem tudom eldönteni. Nem tudom megnézni ugrálással, nem már! Gonoszság! Mi baj, nem jobbra kell menni? A jobbra az túl egyszerűnek tűnik. Menjünk balra. Mondjátok, hogy balra kell menni. Mondjátok, hogy balra kell menni. Annyira tudom, hogy túl fogok járni az eszén, és túl akarok járni az eszén. Nem tudom, mikor fog kiderülni, de léci. Léci, oké, idáig nagyon úgy tűnik, hogy jó irányba jöttem. Mindig a nehezebb utat kell választani, és általában mindig az válik be, szóval, ja, királyak vagyunk, meg tudtuk csinálni, legalábbis egyelőre nagyon úgy tűnik, hogy így is van. Tovább tudtuk menni, kimentünk a lassú, rossz pályáról. Ez az! Szóval, ugye tanultál, Dani? Aj, Istenem, miért vagy nekem ilyen izéket? 158, meg 28, hagyjál békén! 73, meg izé, ne! Hagyjál békén, nem fogok dolgozatot írni! Hagyj békén, nem válaszolok a kérdésekre! Hagyjam! Ne! Nem akarom! Tanár úr! Ne szenvedtesen! Nyár van! Nyáron nem fogok dolgozni! Nem fogok patakozni! Hagyjál békén! Menj innen! Menj innen! Kiviszem! Kiviszem! Gyerünk!
Nehéz! Írt nekem valamit, elolvasom gyorsan. Mi az, hogy nem válaszolsz, piszó gyerek? Ne izéljen! Nyár van! Pihenésről szól a nyár, és nem! Meg matek feladatok megoldásáról, gyerünk! Jó, megvan! És... aha, oké, okay, király. Megcsináltuk, hello, maradjon kint, nem kell lesz, jó? Megvan a cucc! Megcsináltam, látja? Adjon egy ötöst! Kérek szépen egy ötöst, amúgy nem annyira érdekel, mindegy, inkább... most komolyan? Adott egy dolgozatot? Hagyja békén, nem kell a dolgozatja. Ügyes voltál, Daniel, rég láttam valakit ilyen profin jumpolni, jumpolni szóval, grat, és további sok sikert, én léptem, szia, szia, köszi, csak léci, vigyél ki, köszönöm szépen, tanár úr. Egyszerű, ki is üt minket, szóval akkor menjünk is be a következő kék baltás helyre, ahogy látom, itt vasajta van, és egyből itt van mellette a... óha, viszont ott egy jump. Na várjátok, most a piros gyapja lett... nem, nem a piros gyapja alatt lesz az utc. Jó, oké, akkor fel kell menni ezen a jumpon, gondolom, legalábbis hát ja. Nagyon úgy tűnik, hogy ez kéne nekem, és ezzel kéne nekem megpirkózom, ami nem annyira tűnik nehéznek. Legalább tök jó, hogy kicsit visszaszokunk a jumpos dolgokba, mert amúgy régen rettentő... sokat jumpoltunk, főleg az a legjobb, amikor egy olyan alap jumpon leesek, hogy csak na. Jó, és itt lesz lenne a cucc, vagy itt le kéne? Aha, oké, itt van a cucc. Nagyszerű, és meg is kaptuk a kart, meg az OP almákat, nagyon jó. Nagyon jó, megkaptunk egy kis gyémántot, és jó, akkor mászunk le, és menjünk is be szépen az ajtón, és folytassuk az útunkat. Nagyon jó, szóval, ajaj, kulcskeresős. Ó, meg is van az első kulcs. Elég easy volt, mit nem mondja, királyság, jó. Büszkének érzem magamat, hogy meg tudtam találni, még annyit keresek, hogy nincsen valami több cucc, nem nagyon van. Jó, menjünk is szépen gyorsan tovább, és keressük rettentő gyorsan a kulcsokat, ugyanis most nagyon új profinak érzem magamat így, hogy ennyi ideig nem volt ugye videó, és meg is van a következő kulcs. Menjünk is tovább, gyerünk, robogunk, nincs megállás. Megyünk, és semmi nem fog minket megállítani, és senki, bármilyen karakter is lesz most ebben a cuccban, nem fog tudni megállítani, meg van a harmadik kulcs. Srácok, ilyen gyorsan még nem robogtunk szerintem ennél a feladatnál. Hány ajtó van még? Még van 1, 2, 3. Úristen, mennyi ajtó van még. Na jó, aha, meg is van a következő. Na mi az? Ennyi, easy, jó. Még három. Úristen, ajaj. Srácok, ez egy falusi, de milyen falusi? Nem nagyon láttalak még téged. Hello, szia, na várjál, megvan a következő ajtó. Jó napot kívánok, kedves új falusi, mi a helyzet, miben segíthetek? Én csak kulcsokat keresgélek, semmi gonosz dolgot nem akarok tenni maga ellen. Én csak békésen tovább szeretnék jutni, és nem szeretnék semmiféle galibába keveredni, úgymond. Szervusz, havertek, ki és miért vagy a területemen? Hát Dani vagyok, és pillanatilag tovább szeretnék jutni, szóval kellett ne zaklacs, köszi. Csodálatos, ezt meg is oldottuk. Ó, meg is van, hogy hova kell menni. Ennél easy dolgot nem találtál volna ki. Na mi az, easy, haha. Utolsó, na hol lesz, mi vagy egy easy helyen lesz, srácok. Biztos vagyok benne, hogy most már nem lehet túl sok hátra felül valami jel, vagy bármi, nem, valamelyikbe kell benne lennie. Lehet, hogy amúgy itt a leges legelején, de hol van? Na várjátok, nem találom egyáltalán. Ez nem annyira könnyű, mint amennyire. Aha, megvan! Csácsá! Csőfal... Ne, ezt mit csinálsz? Ezt miért csináltad? Ezt nem szabad. Üsd ki, figyelj! Falusi, én csak át akarok menni, nem akarok semmi gonoszat, ki akarom venni azt, ami abban a csezben van, és el akarok húzni, oké? Ne menj már, léci, olyan rég barátkoztam. Ne már! Most erre nincs időm! Ki akarom vinni, akarok veled beszélgetni. Beszélgetünk majd a videó után. Csak most ki akarom vinni. Jó, figyelj, csak engedj át, és esküszöm, a videó után beszélhetünk pár szót. Megiszunk majd egy teát, majd megiszunk, ígérem. Csak először, jó? Oké, okay. Oké, rendben van. Na, jó, azt hittem, hogy tényleg nem fog tovább engedni, és megvan a diaset, meg még több opel, meg egy gyémántblokk, meg minden, és lett egy új spanunk is. Szia, falusi, hogy az új legjobb spanon vagy, és nem a legjobb, de spanon vagy. Szóval, kértük akkor a középsőt is, és már csak egy darab van hátra, a legeslegutolsó, amire rettentően, de nagyon kíváncsi leszek. Hát érdekes, hogy érdekel, hogy mi lesz a végén, de majd kiderül. Gratul, haver, nagyon jó vagy, akkor majd még remélem, látlak, és további sok sikert, szia!
Hát én is remélem, hogy még találkozunk. Szia és hello, és találkozunk legközelebb. Csácsá! Meg is vagyunk, srácok, és akkor menjünk az utolsó íjba be. Aztán nézzük meg, hogy mit találunk vajon itt. Gyerek is, beengedlek téged is. Szóval, ajha, itt izé van, srácok, itt ahogy látom, spliffelni kell, és van egy olyan érzésem, hogy ott fog a karakterünk benn bujkálni. Ez a csodálatos szivacs cucc mögött, és óha, kibás lenne a szivacs mögött, pincs spongyobob, szia spongyobob, hello, Hali, szia, fordulj meg, már itt vagyok, most te megütöttél, te hallod, azt hittem, hogy te kedves, mindegy, tudod mit, nem baj, most minden megbocsátok, jó, spongyobob, szia, nemrég találkoztunk amúgy, eléggé sok videó volt amúgy veled mostanában ahhoz képest. Szóval, hello, üdv újra! Szia Dani, bocsi, csak megijedtem, Mizu, oké, nem probléma, nem sok igazából. Ez az utolsó pálya, amit ki kell vinnem, szóval remélem, hogy gyors lesz ez a spliff. Fair küzdelem lesz és nem fogsz csalni. Tolunk egy spliffet? Igen, 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 akarom tolni a spliffet. Hát amúgy vagy, nem tudom, így 3-2-1-re? Aha, győzzem a jobbik 3-2-1-ig, oké. Rendben van, hát eléggé lassú ütögetős dolog ez, na mindegy. Gyerünk srácok, valahogy muszáj lesz megölnünk, gyerünk! Az a gond, hogy az ollom nem túl erős, vagyis hát jó mindegy, ahhoz képest nem rossz, de lehetne sokkal jobb is, na mindegy. Gyerünk, valahogy le kell löknünk spongyobot, meg kell mutatnunk neki, hogy mi vagyunk a menők, és ez az utolsó pálya, ahol nyernünk kell, szóval reménykedjünk benne, hogy menni fog, valahogy nagyon-nagyon ránk jön amúgy, nagyon-nagyon nem akarja húzni az időt, gyerünk! Gyerünk, jó, megvan! Hoho, easy, na mi az? Jó, mondjuk eléggé béna volt szegény spongyobob, de meg tudtuk csinálni itt, és nyertünk, easy, na! Hol legyen eményem? Gratulálj nekem, hol vagy, gratulálj! Ó, ott a nyeremény! Hoho, oké, király, vegyük át! Oké, én kitöröm és bemegyek. Itt a nyereményem, és hoho, ez az! Na ezért szerettem nagyon a soha nem válaszokat, mindig rengeteg gyémánt blokkot kapunk, és full gazdagok leszünk, hoho! Tele vagyunk gyémántokkal, ismételten királyság. Igen, nem volt rossz, de csak szerencséd volt, haha, igen, persze, szerencsém, na, spongyobob, gyere ki és segíts elköszönni! Menjünk szépen ki, srácok, és hát, ja! Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy... Ajaj, bezártam magamat. Na, szóval, nagyon-nagyon szépen köszönöm... Ó, kis itt van, közben megvárt minket. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltok velem ebben a videóban. Hogyha tetszett, akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornámra, és a PGT-zános termékeken 10% akció van a shopomban. Nézzétek meg. Szóval, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és találkozunk a legközelebbi videóban, és sziasztok! Ha igazán menő danista akarsz lenni, akkor nincs más dolgod, mint a leírás első sorában található linken vásárolni magadnak is saját PGT danis terméket. Most suli kezdés miatt 10%-kal olcsóban tudjátok megvenni. Szóval, hogyha esetleg érdekel, akkor a leírás első sora. Köszönöm szépen, sziasztok!